Napkeltétől napnyugtáig áldjuk, dicsérjük az Úr nevét. Mi az, amit Lourdes-ról érdemes tudnunk? Majdnem minden katolikus templomban van egyébként Lourdes Mária szobor. Itt a mi templomunkban, sőt a kinti grotta is a Lourdes jelenést akarja ábrázolni. 1858. február 11-én volt az első jelenés, amikor egy egyszerű pásztorlánynak, aki 14 éves volt, akit Bernadettnek hívtak, megjelent a szép hölgy, aki majd utána föltárta az ő nevét, mégpedig, hogy ő a szeplőtelen fogantatás. Ez azért volt olyan érdekes az ő neve, mert már az első jelenések kapcsán kérte ez a szép hölgy, hogy építsenek azon a helyen templomot. És Bernadett elment az ottani plébánushoz, de nem hitt neki, viszont egyáltalán azt kérdezte a plébános, ki ez a szép hölgy, hogy hívják, mi a neve. És amikor föltárta az ő nevét, hogy ő az szeplőtelen fogantatás, akkor Bernadett végig az úton ezt mondta, hogy el ne felejtse, hogy mit mondott neki a szép hölgy. És ez azért volt akkor érdekes, mert 1854-ben hirdették ki Mária szeplőtelen fogantatásának a dogmáját, mégpedig ami azt jelenti, hogy Szűz Mária a fogantatása pillanatától kezdve mentes volt minden bűntől. Mentes volt az áteredő bűntől, és mentes volt a személyes bűnöktől is. És ott Lourdesban egy forrás is megnyílt, ami azóta is működik, és nagyon sokan gyógyultak meg a kapcsán, hogy a forrásban megmosakodtak, a forrás vízből ittak. Ma is vannak gyógyulások, rendkívül sokan zarándokolnak el Lourdesba. Alleluja, alleluja, alleluja.